Hát elsőként kezdjük a járványhelyzettel, itt a településeken mit tapasztalnak oltás tekintetében. Ön hogy van? Nyilván most nem tudom egyébként, hogy mi jelentőség van, hogy ki milyen oltóanyaggal van beoltva, felvéve. Mondjuk most talán annak van jelentőség, hogy a Sputnik, úgy egyelőre Ausztriában nem engedik be a Sputnikkal oltottakat, bár szerintem ez is csak időszerű, időszakos. Ráadásul most a héten ugye az országgyűlésben lehet, hogy már ön több információval bír, hogy ez a helyzet, ez mikor oldódik fel. Még pontos menetrendet nem hoztak nyilvánosságra a további lazításokkal, de ugye a következő etap az 5 millió beoltottnál jelenik meg. Jól halad az oltás, aki az oltást fel akarja venni, az ma már gyakorlatilag maga választhatja meg, hogy milyen vakcinát szeretne. Arra azért mindig felhívják a figyelmet a szakemberek, hogy az oltás az nagyon fontos, ugyanakkor akár oltottan is lehet kapni a vírust, viszont ennek a hatása az jóval kisebb. Én magam is így jártam egyébként, tehát oltás után lettem vírusos, de gyakorlatilag csak a mintavétellel derült ez ki. Európában ugye egyértelműen Magyarország áll a legjobban. Az oltási stratégiánk nekünk sikerült a legszerencsésebben, ezért aztán a nyitás is itt indulhatott meg. A GDP adat az jól mutatja azt, hogy a várakozásokon felül teljesít a magyar gazdaság, és hát abban reménykedünk, abban kell azt hiszem mindannyiunknak bízni, hogy az átoltottság növekedésével, a nyitás kiteljesedésével az év második felére meglódul a gazdaság, és valamikor 23-ra elérhetjük a járvány előtti legmagasabb évet, és onnantól kezdve a fejlődés az tovább folytatódhat. Kicsit visszatérve az oltásokra, ugye az megfigyelhető, hogy most egy kicsit megtorpant az oltási kedv. Nyilván ez annak köszönhető, hogy aki akarta és fel akarta venni az oltást, azok már többé-kevésbé túl vannak rajta. És most hát egyelőre még csak különböző juttatások nélküli kampány folyik, de várható-e, hogy nálunk is akár más országokhoz hasonlóan egyéb, nem tudom, nevezzük jutalmazásnak, azokat lehet-e ösztönözni, vagy tervezik-e ösztönözni, akik még nem hajlandóak felvenni az oltást? Én ezt nem gondolom, hogy juttatásokkal célszerű meg lehet ezt ösztönözni. Lassan, valamikor a nyár derekára Európában is összerázódik az, hogy az oltás, az átoltottság milyen mozgási kritériumoknak, utazási kritériumoknak, egyebeknek felel meg. Tehát ez biztos, hogy megint lendíthet az átoltottság növekedésén. Másrésztről pedig azt is látjuk, hogy ugye nagyon sokan átestek a koronavíruson, nagyon sokan úgy estek át egyébként a koronavíruson, hogy eredetileg nem is adminisztrálták le magát a betegséget, enyhe tünetekkel átestek, és most ők úgy gondolják, hogy nincs szükség az oltásra. Azonban amikor a védettséget keresik saját magukban, az ezzel kapcsolatos laborvizsgálatok, akkor kiderül, hogy már nincs meg, nem juthatnak hozzá a szükséges védettséget igazoló dokumentumhoz, tehát ez újra majd meglendítheti, én azt gondolom, az oltási hajlandóságot. Talán a politika is egy kicsit hátrébb vonul, mert egy nagyon szerencsétlen helyzetet idéz elő. Egyébként nem csak Magyarországon, hozzá kell tenni, az, hogy politika köntösébe bújtatva is folyik a vita az oltásokról, és például a keleti vakcinák kapcsán az egész európai, vagy akár az észak-amerikai politika keleti vakcinák a bojkottját vagy hátráltatását egyértelműen politikai szálakkal mozgatja, de hát azért, ha valaki végig gondolja, mondjuk az arab világ, a leggazdagabb arab államok szinte kizárólag kínai vagy orosz vakcinát használnak, és nehezen tudom elképzelni, hogy az európai országok vagy akár az Egyesült Államok megengedni magának azt a luxust, hogy ezek az üzletemberek, turisták ne utazzanak be az ő országukba. Tehát ez egy hazai szinten is és nemzetközi szinten is jól látható politikai szálat is tartalmaz. Én bízom abban, hogy ezen túljutunk, és mindenki, aki
aki vállalja az oltást, az be is oltatja magát. Ugye már túl vagyunk azon a Sinopharmát, elfogadta az Európai Gyógyszerügynökség, most már az ajtóban, talán a küszöbön már lassan átlép majd, hogy a Sputnik is bekerül ebbe, és akkor megoldódik ilyen értelemben. Hát több százezer magyar honfitársunk problémája, aki nyugatra szeretne menni. De ahogy ön is mondta, hát nyilván tőlünk keletre több millióan vannak ezzel beoltva, úgyhogy ez gazdasági szempontból sem kifizetődő, hogyha ennek fenntartása megmaradna. Nyitunk, ugye ahogy említette ön is, a egyre több és több oltás számnak köszönhetően egyre inkább visszakapjuk a szabadságunkat. Most már oly régen még elképzelhetetlen volt, hogy egy-egy étteremben most már nem csak teraszon, hanem zárt területen is tudunk étkezni, együtt lenni. Esküvők is lassan megtartásra kerülnek, most már ballakhatnak a gyerekek. Ön mit tapasztal, különböző településen hogyan élték, hogyan élik meg ezt a nyitást, illetőleg nem tudom, van egyfajta hurrá optimizmus most, hogy elindult a úgymond normális élet? Hát a bizakodás és szorongás az, ami szerintem látható. Bizakodás abban, hogy elindulhat a normális élet, és aki talpon maradt, az most már talpon is maradt. De van egyfajta szorongás is a vállalkozásokban, hiszen azt nem látjuk, hogy az emberek mennyire nyerik vissza a bizalmukat a korábbi állapothoz képest. És azért ez látszik is. Akár az éttermek, akár a teraszok, akár a közterületek forgalmán is. Nyilván a fiatalok reagáltak a leggyorsabban, tehát a fiatalok megjelentek, de ma a térségben, akár az én választókerületemben, tehát a Monori térségben, akár itt Tavaduson, de a Balatonparton is, az a fajta robbanás, amire sokan gondoltak, hogy az első nyitás után megjelenik, az nem történt meg, és éppen tegnap, ahogy a minisztériumtól sétáltam át egy másik minisztériumban, belvárosban, ahol egyébként rengeteg étterem, terasz egyéb van, nyitva vannak, de én nem emlékszem arra, hogy ennyire kongódtak volna az ürességtől valaha is, amióta ezek működnek. Tehát az, hogy visszatér-e az a fajta aranykor a vendéglátásban, idegenforgalomban, ami a vírus előtt volt, az szerintem még nagy kérdés. Kicsit akkor beszéljünk erről, ugye vannak a kisebb városok, ahol nyilván most újra lehet a vendéglátást művelni, de mi van azokkal a nagyobb városokkal, hogy frekventált, nem feltétlenül kell nagyobbnak lenni, idegenforgalmilag frekventáltabb településeken, városrészeken, Budapest egyes részei, akár kerületei, ahol nem térnek vissza a turisták, így egyelőre ők nem élhetik újra ugyanazt azt az életet, ami korábban volt. Ön is említi, hogy az a kérdés, hogy lehet-e majd egyáltalán újra visszatérni ahhoz a szinthez. Így van, ez az abszolút kettős. Tehát ahol a belföldi mozgás, a magyar turisták, tehát a belföldi turizmus volt meghatározó, ott én azt gondolom, hogy a nyár derekára visszaáll az a látogatottság, az az érdeklődés, ami megvolt. Ott, ahol alapvetően a nyugati vagy a külföldi turisták, különösen a tengeren túli turisták jelentek meg, Budapest, ahol azért a turizmus döntően a külföldiekre épült már a méreteit, arányait tekintve, ott azért még várhatóan lesznek nehéz hónapok, talán egy-két év is. Minden esetre, amit mindannyian tapasztalunk, látunk, az, hogy egyrészt a belföldi turizmusra épít az idegenforgalom. Ez olyan értelemben jó, hogy megismerjük a hazánkat, mert oly sok gyönyörű hely van, ahova szerintem nagyon sokunk nem jut el, inkább vágyunk valami egzotikus külföldi tengerpartra talán. Másrészt viszont talán egyfajta generált áremelkedést is hoz ez magával, vagy tud sajnos magával hozni. Hát ez már tavaly látható volt ugye a Balaton környékén. A szakemberek arra is azért felhívják a figyelmet, hogy ez visszaüthet, tehát abban a pillanatban, amikor a külföldi mozgás szabadabb lesz, visszaüthet, hogyha a belföldiek túl magasra emelik az árakat, de hát nyilvánvalóan ők is szeretnének az elvesztett profitból valamit visszanyerni. Az országos sajtó, bocsánat, most akkor lapozunk, de szerintem bőségesen kiveséztük itt a járványhelyzetet. Az élet az nem áll meg, ahogy szoktuk mondani. Az országos sajtó a vasútfejlesztéstől hangos, itt a térségben pedig most hál' Istennek a kerékpárutak pályázatai kerültek fókuszba. Pest megyében most hol tartunk megyei szinten az országos pályázatokhoz, az országos fejlesztésekhez képest? Kerékpárút hálózat fejlesztése
elég későn kezdődött Magyarországon, tehát ez azért nem nincs történelmi előzménye. Ugye a balatoni bringakör volt az első igazán nagy és sikeres kerékpárútfejlesztés, majd ezt követően az Európai Uniós pályázatok kapcsán többnyire a munkába járáshoz szükséges kerékpárútak kerültek előtérbe. A térségben is ez jellemző, és ezekre is pályáztak a települések. A mi vidéki életünkhöz ez egyébként hozzátartozik, hogy a gyerekkorunktól kezdve azért alapvetően a bicikli volt a fő közlekedési eszköz, és valószínűleg előbb-utóbb visszatérünk arra, hogy ugyanoda jutunk, hiszen az autózás hátrányait, környezetkárosítását azért mindenki belátja. Tehát ez egy jó dolog, hogy a munkába járást segítő kerékpárút hálózat fejlődik. Ez történik a térségben is, Dabas térségében is, de Nagykőrös és Cegléd térségében is. És hát vannak turisztikai célú fejlesztések is, azonban ezek a turisztikai célú fejlesztések ma elsősorban az országot tekintve, elsősorban az Európában tervezett, kialakuló európai kerékpárhálózathoz kapcsolódnak. Én azt nem tudnám megbecsülni, és nem is merném megbecsülni, hogy mikor valósul meg valóban a Bécs-Budapest, Budapest-Balaton-Zágráb kerékpárút vonal, de ennek azok szakaszai, amik Magyarországon belföldi, turisztikai vagy munkabajárás szempontjából is fontosak, azoknak az építkezése elkezdődött, és valóban a napokban jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter úr, hogy Pest megyében ebből jelentős fejlesztések indultak most meg, és ebből Dabas térsége is kiveszi a részét. És akkor megy a gőzös, soha nem látott összegeket fordítanak a vasúthálózat fejlesztésére. Ezt is talán Varga Mihály jelentette be. Így van. Ugye a vasút sokáig mostoha volt Magyarországon, a rendszerváltást követően, holott egyébként azért azt illik tudni, hogy két világháború között a magyar vasút, illetve a vasúti gépgyártás, vasúti eszközgyártás az világszínvonalú volt. A svájci magashegyi vasúttól kezdve nagyon sok olasz hegyi vasutakat építettek magyarok, és építettek oda, a Ganz épített oda vontatójárműveket is, tehát nagyon jó alapokon állt ez valamikor. Hát sajnos ez ma már csak a történelmi emlék, és hát nagyon nagy küzdelem folyik arra, hogy egyáltalán a magyar vasút járműgyártás piacon vagy talpon maradjon, vagy újra elinduljon, és a rendkívüli mértékben lepusztult, gördülő állományt végre lecseréljük. Ennek ugye egy folyamata zajlik a motorvonat beszerzéssel, ugye Szolnokon a Stadlerrel közösen megkezdődött a vasúti kocsik újjáépítése, illetve új gyártás, valamint vontatójárművek, tehát mozdonyok gyártása is. De ami nagyon izgalmas, ez a pálya építés, és itt most ott tartunk egy kicsit, ha lehet összehasonlítani a vasúttal, mint az autópályákkal tartottunk a 90-es évek elején, hogy semmiféle tervkoncepció nem volt, tehát most kellett összerakni egyfelől a fejlesztési koncepciót, ez elkészült, és ehhez most már készülnek a kiviteli tervek. Ugye az ország legforgalmasabb ingázókat leginkább szállító vasútvonal a Budapest-Ceglédi vasútvonal, amely gyakorlatilag sosem kapott komplex felújítást, most az megtörténik, ott egy rendkívül komoly szolgáltatási színvonaljavulás történik, és hát a dabasi irányú vasúti közlekedésben is én azt gondolom, hogy mérföldkörhöz érkeztünk, hiszen készülnek a kiviteli tervek és a tender dokumentáció a teljes pálya megújítására, és ez a térség is bekapcsolódik majd az igazi elővárosi vasútba, hiszen a tervek szerint, ahogy a pálya átépítés megtörténik, itt is egy ütemezetten legalább fél óránként járatot biztosító vasútvonalról beszéltünk, és hát a menetidő az közel 40%-kal rövidebb lesz majd az új pályán, mint jelenleg. Tehát nagyon fontos fejlesztések ezek. Csak érintőlegesen megyek vissza a vírushelyzetre, hogy a pandémia okán elvonások kerültek bevezetésre a településeken, ugye ilyen a gépjármű adó, ami teljes mértékben, illetve az iparűzési adó egy része. Ugye a kompenzációra szeretnék rátérni, hogy hol áll most, mikor kapják meg a kompenzációt az érintett települések. Ugye itt külön kell választani a 25 ezer főnél nagyobbakat, ugye ha jól mondom, és a kisebbeket. Így van, a 25 ezer lakosnál kisebb települések
azok most júniusban az első etapot. Tehát ugyanúgy két etapra van ez bontva, mint az adóbefizetés. Tehát júniusban az első etapot, ősszel a másodikat kapják meg. Ugye megszületett a megállapodás a 25 ezer lakosnál nagyobb, de nem megyei jogú városokkal is. És ők is gyakorlatilag közel teljes kompenzációt kapnak, és hát a nagyvárosok, a nagyon gazdag városok esetében részleges vagy egyáltalán nem történik meg a kompenzáció, de én azért azt gondolom, hogyha összehasonlítunk egy Győrt, akár a térségbeli településekkel, ahol az egy lakosra jutó bevett iparűzési adó mértéke az 3-4-szerese akár Dabasnak, amely nem szegény, nem áll rossz helyzetben ebben a tekintetben. Én azt gondolom, hogy ilyen értelemben azért el kell, hogy fogadják ezek a nagyvárosok, hogy hozzá kell járulniuk a közöshöz. És azért azt sosem szabad elfelejteni, ezt én mindig elmondom, ha lehetőségem van, hogy ahol nagyon magas az iparűzési adóbevétel, tehát akár Győr, Székesfehérvár, Százhalombatta és sorolhatnánk, ezek a települések a befektetés ösztönző források révén nagyon sok ipari létesítményhez jutottak, aki aztán később adót fizette ott helyben is. Nyilván a közös, az országból befolyt adóból kapják a támogatást, akár az Audi fejlesztésre, és utána óriási adót fizet be Győrben, amit meg csak Győrben használnak, tehát jogos az, hogyha a győriek is ilyen értelemben részt vesznek a nehézségek esetén a közös feladatok finanszírozásában. Én úgy gondolom, hogy ez lassan nyugvópontra kerül, és ugyanez igaz Budapest esetén is, tehát azért az ország legfejlettebb városáról beszélünk, és érdemes azért mindig felidézni, hogy például az előző Európai Uniós pénzügyi ciklusban Pest megye és Budapest közös régiójában Budapest négyszer annyi fejlesztési forrást kapott, mint Pest megye. Négyszer annyit, és a Pest megyei források egy része is, ha például az M0-ás körgyűrűt ide vesszük, az azért nagyon kevéssé Pest megyére, és sokkal inkább Budapestre vagy az egész országra hatott, tehát ilyen értelemben még az arány a megye szempontjából még rosszabb. Tehát én azt gondolom, hogy reális az, hogy most ők kicsit nagyobb szeletet vesznek részt a közös feladatvállalásból. Ugye ellenzéki városvezetők szokták azt mondani, hogy egy kicsit más elbírálás alá kerülnek, ezért is jó példa Győr, de gondolom, hogy ennél komplexebb az az elbírálás, amiben mérlegelnek, hogy ki mennyit, vagy esetleg semmilyen kompenzációt nem kap vissza, itt gondolom adóerőképességet, stb. Mindent mérlegelnek. Így van, egyértelműen a települések gazdasági helyzete az, ami ebben beszámított. És hát így valóban Győr vagy Szombathely is, de Székesfehérvár az abban érintett. Ugorjunk egy kicsit át ide a szomszédba Monorra. Monoron megvalósult egy okos város minta projekt. Erről mit kell tudni? Megvalósulás alatt van. Megvalósulás alatt van. Javítanék. Ugye a közbeszerzés az egy kemény dió, különösen egy ilyen pilot programnál. Az okosváros programok az országban régóta folynak. Ezek az okosváros programok, én úgy fogalmaztam többször, ezt néhányan sértőnek érezték, de azt gondolom, hogy reális, hogy a szolgáltatók által kínált és az ő üzleti érdekeikben, egyébként ez érthető, tehát az ő üzletüket leginkább segítő szolgáltatásokat adták el a településeknek. Most ezt vizsgálta a belügyminisztérium, vizsgáltuk, hogy mik ezek a fejlesztések, és ezek hálózatba kapcsolhatók-e. És az látszott, hogy ezek nem, tehát informatikai alapon és tematizálva sem kapcsolhatók össze. Ezek egyedi, szigetszerű fejlesztések, ami azért a mai világban rendkívül nagy luxus, hiszen különösen az informatikai igényű fejlesztéseknél az a jó, hogyha ezek képesek egymással kommunikálni az országon belül, esetenként akár ezen túlmenően is. Ezért döntött úgy a miniszter úr, Pintér Sándor belügyminiszter úr, hogy egy olyan pilot programot indítsunk el, amely komplexen kezeli a modern informatika használatát a városirányításban, a fűtés, középületek fűtés, tehát energiagazdálkodásától a közlekedésen át, az ebédbefizetésen át, nagyon sok mindent felölelve, és ez egy olyan egységes alapokon nyugvó rendszer legyen, amit aztán máshol is lehet használni. Ne fizesse meg mindenki
a primőr felárat, tehát mindenkinek legyen lehetősége egy már kidolgozott szisztéma alapján válogatni ebből. Ezért indult el ez az okosváros projekt, ezért is tart egy kicsit talán hosszabb ideig, mint ez majd a későbbiek során normál időben fog, hiszen mind a jogszabályi háttérben kell módosítani ahhoz, hogy dolgok működjenek, mint pedig a szolgáltatókkal meg kell találni azokat a közös pontokat, amiknél ők a gazdasági érdekeik mellett akár többletet is képesek beáldozni. Nagyon érdekes dolgok vannak ebben, például a térfigyelő rendszerek esetében nagyon-nagyon eltérő rendszerek vannak az országban, nem hangolhatók össze, de például a közvilágításnál Monoron három irányból van betáplálva a város, és hát ez egy komoly pénzügyi igénnyel jelent meg, a fejlesztés igény a szolgáltató felé, hogy ezeket úgy hozza össze, hogy ezek egyben kapcsolhatók legyenek, hogy ezek valóban a fényerőtől, és nem dátumtól függően szabályozhatóak legyenek. Tehát nagyon sok apróság jön össze. Útfelújításokhoz össze kellett kapcsolni a járdák, illetve a zebrák, az okos zebrák kiépítését. Tehát egy nagyon-nagyon összetett dolog, ugyanakkor nagyon-nagyon izgalmas és jó része jön ki belőle, akár az iskolai étkeztetés befizetése, a napora követése. Tehát egy csomó olyan apró hétköznapi problémára is megoldást kínál, amivel egyébként a település üzemeltetők foglalkoznak. Az, hogy Monor lett kiválasztva ennek a mintaprojekt lebonyolításának, az azt jelentheti, hogy ilyen Monor méretű településekre lesz optimalizálva, vagy azért távolról sem erről van szó. A másik gondolat az, hogy jól gondolom, hogy ez egyfajta vállalatirányítási rendszer csak városra fejlesztve, illetve a kérdés az, hogy nyilván hatékonyságot várnak el az üzemeltetésben, fenntartásban, költséghatékonyságot. Milyen megtérülési idő, ha lehet erről egyáltalán beszélni? Tehát mikorra, nyilván az informatikai fejlesztések nem olcsak, mikorra fogja ezt kitermelni egy-egy város? Az, hogy egy modern városirányítás, egy modern vállalatirányításhoz hasonlít, ebben tökéletesen egyetértünk, és ez valóban ezt célozza meg. Ha Monor nagyságú, ebből nyilván a 10-30 ezer közötti településeknél a legkisebb módosításokkal valóban adaptálható, de nyilván személyre szabható, de a feltétel a projekt indításakor az volt, hogy ez, hát nem jó szó, hogy butítva, de lecsökkentett tartalommal egészen kis településekig működőképes legyen, és a modulok összerakhatók legyenek megyejogú városokra. Ez volt a lényeg egyébként, hogy nyilván a moduláris, tehát hogy használhatok a különböző modulok. Így van, tehát ez egy lényeg. Ez is egyébként adta a dolog nehézségét, mert hiszen olyan dolgokat is be kellett tervezni, és olyan dolgokat is kellett programozni, ami Monor méretén már nem értelmezhető, hiszen jóval nagyobb településeknél jöhet ez elő, de ez úgy tűnik, hogy az év második felére teljes mértékben összeáll. A megtérülés az egy nagyon izgalmas kérdés. Nyilván a közvilágítás korszerűsítés, az épületenergetika esetében a szokásos megtérülés az a 4-6 év, az várható és elhozható, de annak a megtérülése, hogy egy applikáción keresztül a önkormányzati vagy helyi ügyek intézésében mennyit gyorsul az ügyintézés, illetve mennyire egyszerűsödik le a kommunikáció a polgárok és mondjuk a hivatal között, vagy a középiskolák és a középiskolába járó gyerekek szülei, vagy a szülők között, az iskolákba járó gyerekek szülei között. Ez nyilván nem fordítható ilyen egyértelműen le megtérülési időbe, viszont lényegesen egyszerűsíti a rendszert. Elérkeztünk a záró kérdéshez, és nem is akarom megkerülni ezt a dolgot. Ugye egy év múlva választások, hogyan értékeli ezt az elmúlt ciklust? Én azt gondolom, hogy az elmúlt ciklust egyben lehet értékelni az elmúlt három ciklussal. Elindítottunk 2010-ben egy folyamatot. Az elsődleges, amit megfogalmaztunk, hogy saját lábra kell állítani az országot. El kell szakadni az IMF-től, el kell szakadni az Európai Unió segélyalapú kölcsöneitől, és el kell juttatni oda a gazdaságot, hogy versenyképesen megjelenjen a magyar állam akár a hitelpiacon is, és a
előrejutásban a munka alapú társadalom legyen. Ugye a foglalkoztatottak száma az gyakorlatilag 1 millióval nőtt. Ez 2010-ben, mikor megfogalmazódott, akkor ezen nagyon sokan gúnyolódtak, és végül is elértük ezt a dolgot. Nyilván nagyon sok feladat van a vérek felzárkóztatásában, nagyon sok feladat van az élet minőség javításában, de én ugyanakkor azt állítom, hogy nagyon nagy ugrásokat és nagyon nagy lépéseket is tettünk e felé. És az, hogy stabilizálódott és abszolút jó irányba indult el az ország gazdasága, hogy gazdaságilag nagyon megerősödött az ország, az segített bennünket abban, hogy a mostani előre senki által nem látható járványhelyzet, tehát egy komoly válságból úgy ugorhatunk túl, hogy maximum 2 év az az időszak, amikor visszaérünk a válság előtti legjobb időszakra. Ez azért azt gondolom, hogy a 2010 előtti gazdasági helyzetben elképzelhetetlen lett volna, és a jelenlegi Európai Uniós tagállamokat figyelve, akár a déli államokat figyelve példaértékű is lehet. Tehát összességében sikeres ez az időszak. Nyilván nagyon sok feladat van még előttünk. Nagyon szépen köszönöm a további beszélgetéseinkben, majd erre is természetesen kitérhetünk. Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzatokért felelős államtitkára volt a vendégem. Köszönöm a beszélgetést.